A műsor főtámogatója a Gundel étterem. Mi kell egy jó reggelihez? Egy csipetnyi álom, egy csészényi kedvesség, egy csepnyi szenvedély, és egy jó beszélgetés Paul Lillával. ...1976-ban diplomázott, majd a Vix Színházhoz szerződött. 1981-ben Párizsban Jean-Luc Godard Passion című filmjében dolgozott, ami elindította a nemzetközi karrierjét. 82-ben nyert felvételt a New Yorki Columbia Egyetem angol tagozatára. 84-ben Kaliforniába költözött, ahol a California State University of Los Angeles tanára lett. Játszott és rendezett is az USA-ban. 1992-ben jött haza. Itthon az amerikai rapszódia helénje volt Natasha Kinski, Scarlett Johansson, Kellen Comp és Tony Goldwyn mellett. Leghíresebb filmszerepe mégis az Abigailhez köti. A Lillás reggeli mai vendége Torma Piroska, azaz Bánfalvi Ágnes. Kitaláltuk ezt a Lillás reggeli címet, és mindenki azt gondolja, hogy nincsen közbe evés, meg kiszét, de rendes, nagyon-nagyon-nagyon finom kis péksütemények, meg ilyen kis finomságok érkeznek mindjárt, úgyhogy jó étvágyat kívánok. Aztán nem tudom, hogy marad-e időd a beszélgetés mellett enni, vagy nem enni, ez itt a kérdés. Olyan érdekes, hogy nagyon sokáig nem ismertelek egyáltalán, hát csak úgy, mint gyerekkoromból, vagy fiatalkoromból. Gyerekkoromból nem, mert egyidősek vagyunk, most akkor gondolkodom rajta, hogy mikor láttam én Torma Piroskát először. Hát 78. 78, igen. Igen, hát akkor ifjú lánykoromban. 70, sőt, bocsánat, 78-ban volt a izé. Az Abigail. 78, hihetetlen. Mit, hogy is 78, le. Igen. Nem, azért, mert nekem úgy rémlik, tudod mi, tehát úgy rémlik, mint hogyha gyerekkorom lenne, pedig 78-ban mentem férhez. És annyira az ifjúságunkhoz kötődik az a film, hogy az, igen, valami döbbenet. Igen. Te is úgy érted egyébként? De nem csak az ifjúsághoz, ami a legcsodálatosabb, hogy bárhova megyek, köszönjük, akkor fiatal anyuka mondja, hogy jaj, nincs nála, mert a kislányának én vagyok a kedvenc, aki 8 éves. Igen. 8 éves. 30 éves pasik mondják, hogy ja, hát azért Tormám, meg nem tudom mi. Tehát fiúk, igen, férfiak. Nem én generációm, hanem nálam fiatalabbak. Úgyhogy... Hát ez annyira meghatározó volt az a film. Hát most is. És annyira most meghatározó is. Mai most napig. És olyan példaértékű, nekem két példám van a filmmel kapcsolatban az életemben. Az egyik nagyon jó, a másik nagyon pocsék. El fogom mind a kettőt mondani, ha megengeded, bár ez nem rólam szól, csak annyira tényleg ehhez a korhoz köthető. Az egyik az az, hogy a férjem így kezdett el levelezni a gimnáziumba egy tanítványával, képzeld el, ilyen Abigail módra, hogy odadobták a levelet. A hölgy a felesége a mai nap folyamán. Tehát egyszerűen egy ilyen romantikus történet szövődött, és én így veszítettem el a férjemet. Tehát ez számomra egy nagyon-nagyon szomorú. A másik az, hogy én elkezdtem tanítani, és nekem világéletemben az volt a célom, mint pedagógus, amikor még ezt nem lehetett, hogy én egy olyan típusú intézetet hozzak létre, magániskolát, mint amilyen a ti iskolátok volt. És mindig az volt bennem, hogy új lányokat, úri fiúkat szeretnék nevelni, akik kész kisasszonyokká válnak, meg vannak óvva a külvilágnak a zajától, bajától, gondjaitól, de mégis mindenre fölkészítik őket. Úgyhogy ez az én életemben. És ebben játszottál te közben, mint Torma Piroska. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon furcsa egy film, végig kíséri az életedet. Igen. Mennyire volt meghatározó neked? Annyira most viszont úgy érzem, hogy tulajdonképpen egy kort le tudok zárni. Nekem ez nagyon fontos volt, hogy átadjam a stafétabotot. És úgy örülök, hogy a Torma Piroskára találtam valakit. Igen? Aki a mostani Torma Piroska, hát lehet neveket mondani, aha, kis Ramona. Egész más, mint én, de valami zseniálisan szakmai, ugyanúgy. Tehát, hogy mondjam,
ha ez olyan nagyképűnek hangzik, belenéztem a filmbe, hogy mi is a titka, amire mindenki tolma, piroskázik. Egyszerűen zseniális voltál benne. Igen. Egyszerűen zseniális. Azt jelenti, hogy színészként komolyan vettem, és megcsináltam, kitaláltam, képes voltam magamat kiadni, magamat kifigurázni, nemes értelemben, tehát, hogy kiadni annyira magam, hogy én ugyanilyen kis csetlő-botló, hosszú kamaszlány voltam, pedig amikor játszottuk, én 24 éves voltam. Már 2 éve elvégeztem a főiskolát. És egyébként én mindig azt hittem, hogy te jóval fiatalabb vagy, mint én, mert annyira hoztad azt a középiskolás felületét. Hát azért, mert képes voltam emlékezni arra, hogy én milyen voltam. És én azt mutattam meg, hogy én akkor milyen voltam. Sőt, még jobban megmutattam a legbelsőben, mert lehet, hogy kívülre az osztálytársaimnak nem voltam ennyire ilyen, de a legbelsőbb dolgaimat is megmutattam. És hát ugye, amióta tanítok színészetet, meg rendezek, meg ilyen dolgokat csinálok, meg ugye most producere voltam az Abigailnek. Fontos, hogy ezt át tudjam adni, ezeket a dolgokat. Őrült nagy kavarokat hozott a te életed, a pályafutásod. Ahogy most néztem, hogy készültem a beszélgetésre. És mindezt azért úgy, hogy kikerültél abból a fajta védett környezetből, amit itt a magyar népszerűség, az a Storma Piroska szerepe hozott neked. Mert amitől te itt az voltál, aki voltál, és amitől megtaláltak azok a szerepek, amit megtaláltak, vagy azok a rendezők, vagy jó, de nem jó az a kifejezés, hogy az a szerepek megtaláltak. De hát végül is igen, mert egyszerűen tudtak benned gondolkodni, mert tisztában voltak a képességeidet. Ezután az alakítás után azt ott külföldön nem látták. Tehát Amerikában, amikor te oda mentél, akkor azt nem látták. Bár voltak külföldi sikereid is, de az más mégiscsak. Nem más. Nem? Egészen sokkal több. Nem azért, mert hogy az itteni sikereim nem olyan nagy sikerek. Fantasztikus volt, hogy egyszer egy riportban együtt voltunk Magdával, és Magda azt mondta, hogy én egy különleges művész vagyok, nekem különleges dolgokat kell csinálni. Tehát nem olyan, ami dobogép, vagy nem olyan, amit, tehát ezt már csak igen, fordítom. Igen. És hát ő ennyire ismert és szeretett, tehát, és tulajdonképpen rájöttem, hogy nem a mennyiség a lényeg, hanem a minőség. És én rájöttem arra, hogy például volt egy rádióban egy ilyen portré rólam, és beadtak egy rádiójátékot, amit a Huszárik Zoltán rendezett, tehát azt sem mindegyikkel dolgoztam, és beadták, és ott ültem, és teljesen meg voltam lepődve, és mondom, hogy azon gondolkodtam, hogy most szakmailag, technikailag, bárhogyan tudnám-e másképp csinálni, amit akkor csináltam. Erre elkezdtem figyelni, hogy hogy csináltam. És azt mondtam, hogy nem tudnám jobban megcsinálni most sem. Tehát ez azt jelenti, hogy mindig, ami feladatot kaptam, igyekeztem maximálisan megoldani, kitalálni, utána járni, mindig kutató munkát végeztem. Például volt egy vers, a televízióban egy ilyen 2,5 oldalas vers, egy szőtessről, és akkor megkérdeztem a szerkesztőt, hogy Geoffroy-nak, vagy Jeffrey-nek ejtsem, hogy franciául, vagy angolul, szóval ők erre nem is gondoltak. Hát mondom, azért nem mindegy. Szóval nem is értették, hogy én ilyenekkel gondolkodom, mondom, de én leszek a buta, ha én ennek nem jártam utána, mert hogyha csak egy ember tudja, már pedig az én mesterem tudta, hogy ezt hogy kell ejteni, akkor már egy emberrel is elbukok. Tehát ez azt jelenti, hogy nem készültem eléggé. Tehát a lényeg az, hogy mondtam többször is, hogy én utcamacska lettem, olyan 20 nem is tudom hány éves koromban, ugye hát csodák történtek vele, Vígszínházi szerződés, Mafilm, stáb, 37 olyan színész mögött, mint hát most Bújtor István, Töröcsik Mari, Garas Dezső, Balázsovics, Bálint Andris, Gera Zoli, hát én nem is tudom, szóval ilyenek között. Ez a Mafilmnak a társulata volt, igen. Igen. Egyáltalán létezik még ilyen, hogy Mafilm társulata? Már nincs, de az akkor létezett. És hát én utána mentem ki először Párizsba, és Párizsból pedig New Yorkba, meg Los Angelesbe. Az volt az érdekes az egészben, ha én nem megyek ki Párizsba, akkor én sose dolgozom a Jean-Luc Godardra.
Hanna Sigulával, Michel Piccolival, Isabel Hüpper és ilyenek, és én 6 hónapig összezárva velük voltam minden nap, így együtt ettünk, reggeliztünk és mi egymást. És aztán Párizsban voltak a nagy stúdió felvételek, a többi pedig a Jean-Luc Godardnak a saját stúdiójában és Genfben, ott, ahol ő neki van a kis birodalma. Úgyhogy valami fantasztikus csodát kaptam ott. Aztán a Labartével dolgoztam, amiben már egy női főszerepet játszottam, amit Cannes-ban is elküldtek. Úgyhogy az már egy amerikai közös koprodukció volt. Utána mentem New Yorkba, és kaptam ösztöndíjat a Columbia Egyetemen, és itt megállunk, mert ezeket ki kell bontani idáig. Hát ez olyan sok információ várja, hát kész. Hát, tudnék, nem mindenkitől tudom megkérdezni, hát muszáj vagyok rákérdezni bizonyos dolgokra. Kimentél Franciaországba egy filmmel, sikere volt, megláttak, fölfedeztek, kaptál lehetőséget. Volt előnyöm, bocsánat. Azért ezt ne felejtsük el, hogy egyrészt elég sok filmben játszottam, másrészt pedig akkor kapott, amikor Párizsban voltam, Oscar-díjat a Mephisto, amiben egy nagyon jó szerepem volt. Szóval na, tehát ezek az, voltak, igen, na jó, szóval világos, azért az, ezek azért voltak az egy ajtónyitogató valami, igen, tehát igen. Azt a Zsallugoda is látta, hogy abban játszom szóval, Angelika Zébert, nem akárhogy, tehát, igen. Tehát azért az jó, hát egy belépő le kellett, a belépőt le kellett tenni ahhoz, hogy megnyíljanak az ajtók. És ezt pontosan azért mondom, mert azt mondom, hogy van a magyar színész társadalomban rengeteg tehetséges, nagyon-nagyon jó színész, és szerintem most azt mondom, hogy 10 000 az egyből, aki külföldön karriert tud csinálni, és aki előtt megnyílnak az ajtók. Két dolgot mondok ehhez. Az egyik az, hogy rajta voltam a Variety címlapján, ami egy szakmai újságnak számít, nem tudom, 80 éve. És ez szerdánként van a box office hét, amikor minden producer megveszi szerdánként ezt az újságot, mert akkor van az ismertetése, hogy melyik film mennyi pénzt csinált azon a héten. Na most én ennek a Variety-nek a címlapján voltam szerdai napon, csütörtökön volt Thanksgiving, ami a hálaadás napja, és onnantól kezdve csütörtök, péntek, szombat, vasárnap az évfejemet kellett látni, mert akkor nem jelenik meg a napi. Jó helyen, jó idő. Igen, és a következő volt, hogy a fiam, akiről azért epszertek beszélni, mert ő nem színész, ő nem is akar ebbe belebonyolódni, bejött ebbe a kiszavó, és ott vagyok a Variety-n, kim van az én kis, ott egy kis sarokba kiraktam ezt a Variety-t. Amit az újságtól kaptam, egy nagyon szép borítós címlap, és a gyereke így megáll, azt mondja, te anya! De rajta volt a Variety-n. Mondom, hát látod. És teljesen lesimolt, hogy az ő anya, aki otthon járkál, meg nem tudom, és ő ismeri Amerikát, meg nem tudom, tehát hogy bizonyos köze van, meg filmnek, stb. És elcsodálkozott. Ez ott az egyik lépés. A másik pedig az, hogy valóban ugyan mindig azt mondták, hogy én annyira szerénykedek, elszerénykedek valamit. Például volt olyan, hogy a televízióban Amerikáról beszéltek, és valaki kim volt 2 hetet egy híres ember Amerikában, a Greyhound-dal, és úgy jött elő, hogy hedegig is vagy, ezért férjem, hogy te vagy normális, te, aki 10 évig, 11 évig ott kit, egyetemtől kezdve mindenhova rendeztél, játszottál minden, te meg nem mondasz semmit. Igen. Hát mondom, figyelj, én egyet tudok. Kiveszik a kazettát, vagy kiveszik most már a DVD-t, és megnézik, hogy én nem kamuzok, hogy a Jean-Luc Godard nem mit csináltam a Labartével, aki egyébként a Renoir-nak a unokaöccse, tehát annak a híres Renoir-nak, meg a Renoir családnak a. És tehát egy ilyen bizalmakat kaptam, és ami érdekes volt, hogy amikor hazajöttem, akkor egy nagyon kedves ember mondta, hogy hát úgy hiányzott az a lírai humor, mert ez csak magának van, ez a lírai humora, ez a kedves, nem tudom mi. És kint pedig kurázsis asszonyokat játszottam. Tehát például egy olyan szerepet játszottam, ami a hegymászó csapat, van egy amerikai, egy orosz csapat, van egy francia, meg stb. És akkor ez az orosz feláldozza magát. Ez egy igaz sztori, az író 8 évig ezen dolgozott, ez egy valós sztori, és én voltam a csapat vezetője ennek a csapatnak. És akkor úgy csodálkoztam, hogy Amerikában engem miért így néznek.
Tehát itt van vagyok a helyes, kedves, lírai, kis uh-huh. humoros, és közben kint meg az erős, akire felnéznek, aki viszi, aki feláldozza magát. Ugyanez volt az amerikai uh-huh. rapszódiában, hogy a Scarlett Johanssonnak voltam a nagymamája, a Anastasia Kinskyvel együtt, Tony Goldwyn. Tehát ugye az volt a szerencsém, hogy három kort végig tudtam játszani, mint fiatalasszony, középkorú, és a végén pedig a nagymamája a kislánynak. És ott is ez volt, és ott is így választottak ki. Egy ilyen erős karakterre. Hát, hogy egy ilyen tulajdonképpen a Lily, akit játszottam az amerikai rapszódiában, az egy finom nő, de egy unokájáért mindent megtesz. Uh-huh. Elviszi, lemond róla azért, hogy nehogy elkapják, erre képes, majd összehoz a családot, kiviteti. Tehát, uh-huh. és ez egy igaz történet szintén. Vagy ez az orosz nő, hogy a férjétől elbúcsúzik fönt, és együtt marad a másik hat nővel, mert az oroszok csak nőket küldtek föl akkor, tehát így, uh-huh. így akartak különbek lenni, és mindenki meghal, és ő le tudott volna jönni, mentek is érte, azt mondta, nem adjuk a csapatot. Uh-huh. Tehát na, uh-huh. ilyen asszonyságokat játszottam, akik még úgy viszonylag jól is néztek ki, és én azt mondom, hogy egy színész tanul abból is, amit játszik. Tehát van olyan, amikor visszajelez. Uh-huh. Tehát kapok egy szerepet, és az nekem erőt ad, hogy én nekem ezt meg kell csinálni, mert uh-huh. azt hozza ki belőlem, ami az én van-e ott. Uh-huh. És a legnagyobb kritika, amit életemben eddig kaptam szerintem, hogy az amerikai rapszódiában azt írták, hogy Bánfalvi Ági a hátára veszi a világot, és képes rá. Képes vagy rá egyébként? Hát, ha kell, akkor biztos. Hát elég sok mindent vettél a hátadra, de még mielőtt erre folytatnánk, menjünk vissza a párizsi időszakhoz. Jean-Luc Godard említetted többször, én nem beszélek franciául, nem tudom, hogy te beszélsz-e, és hogy voltak-e nyelvi nehézségeid akkor, amikor kiszerződtél. Mert magyaroknál ugye a legnagyobb probléma a nyelv probléma, tehát azért is nem tudnak boldogulni külföldön, ez az egyik, én szerintem. A másik az, hogy itt a ma filmet említetted, hogy micsoda remek társulat volt, és hát tudjuk, hogy milyen filmek születtek. De gondolom, ehhez képest teljesen más lehetett a kinti tematika, egy kinti filmstúdió. Annyira kíváncsi vagyok, hogy hogy működött. Hát én megmondom őszintén, hogy én már a főiskolán írták egy ilyen szaklapba, hogy remekül mozog a színpadon, magabiztos színházi jelenléte van, szépen énekel, meg nem tudom, szóval ilyeneket írogattak, ami hát nyilván én nem is ismertem azt, aki írt rólam, egy főiskolai vizsgánk volt. És mindig hittem abba, hogyha kínaiul kell, akkor kínaiul fogom eljátszani, teljesen mindegy, hogy milyen nyelven. És ez meg is történt. Ugyanis megint csak érdekes, ugye, a kedves Bópert játszottam a Pesti Színházban, az volt az első ilyen főszerep. A Major Tamás, Bulla Elma és a Balázsavics Lajos mellett én voltam a fiatal francia lány. És akkor azt mondta a Kapás Dezső, Isten áldja a rendezőnk, hogy van itt három francia dal, de jó lenne, hogyha jól énekelném, és hogy lehetne ezt jól megtanulni. Hát mondom, nem tudom, hát ha valaki jól megtanítja franciául, akkor meg fogom tanulni. Találtak egy idős színésznőt, aki egy szót nem tud magyarul, itt akott a Blahalúza téren, és elmentem hozzá, és ő betanította ezt a dalt. Illetve ezt a három dalt. És akkor jött a bemutató, és Schubert Éva, aki sokszor játszotta anyámat, egyébként is testvérelki barátomnak tartom, sokat köszönhetek neki. Az Éva mondta, hogy aki több nyelven beszél egyébként, és eszméletlen így nyelvekben, azt mondta, hogy te hol tanultál franciául? Mondom, Éva, hát sehol, kicsit, egy icipicit valahol. Azt mondja, ezt nem mondjam, mert olyan a kiejtésem, hogy ezt nem lehet, hogy csak így. Hát aztán mondtam, hogy azért, mert elmentem ez a színésznőhöz, és őtőle tanultam a dalokat. Kín vagyok Párizsban, meg volt az első próba felvételem, az Párizsban volt, és utána a Jean-Luc Godard mindenkit levitt oda a Genfi tóhoz, ahol neki stúdiója van, és ott volt még egy próba felvétel azoknak, akik bennmaradtak. Uh-huh.
És akkor, hát akkor nem tudtam, hogy még mi a túrót tudok csinálni. Helyzetgyakorlatban mindig nagyon jó voltam. Tehát az egész szépművészetédet mindig üthetetlen voltam helyzetgyakiba. Mindig voltak ötleteim, tehát ott akart valami helyzetgyakit, hogy egy producer az én férjem, aki féltékeny rám, mert ő idősebb, és ez egy olasz színész volt, akinek isteni humora volt. Na most mi ketten ott együtt nyelv mindenkül, amit tudtunk művelni, arra már mindenki elájult. Egyszerűen összelettünk. Tehát, hogy ő is egy ilyen nyitott volt, meg nem tudom mi. Én meg imádtam, és nevettem is, úgyhogy nagyon jó került az egész. És akkor éreztem, hogy még azért még úgy szeretnék valamit csinálni, és akkor mondtam, hogy én tudok egy francia dalt. És mondta, hogy hát akkor énekeljem el. És akkor elkezdtem nem tudom. Hát erre úgy ültek, erre voltam, de tudok csak még egyet. Csak úgy a kapella elénekelted? Csak úgy, ahogy volt, ezért mondom, de tudok még egyet. És akkor elénekeltem a másikat, és elkezdtek fetrengeni. De tényleg úgy nevettek, hogy a Jean-Luc Godard így a földön feküdő, minden azt mondja, na a magyarnak duplájára emelem a gázsiát. De jó. És volt egy színész, akit kirúgott ugyanakkor. És ő miért rúgta ki? Mert ott voltunk mindnyájan már színészek, hogy mi már benne leszünk, csak még egyet akar, hogy írja majd a szerepeket, igen, hogy mi ránk akarta írni, igen, meg mi egymás. És volt hát egy amerikai színésznő volt, és az egyik francia színésznőnek volt egy jelenet, és akkor ő is improvizálva, ott volt a zongorán egy balonkabát. És megkérdezte, hogy elvihet ezt a balonkabátot, hogy akkor fölvenni a jelenetre. És oda szólt az amerikai színésznő, hogy nem, mert az az ő balonkabátja. Hát erre úgy videkül lezsibolt, hogy hát, de hát azt mondja a francia színésznő, azt mondja, hát csak annyira, hogy megfogom, hogy úgy indítsam a jelenetet, hogy azt mondja, nem, mert ez az övé és minden. Erre Jean-Luc Godard oda ment, de nem marad oda a kolléganőnek egy próbafelvételen a balonkabátot. Milyen ember vette? Azt mondta, figyelj, én vagyok a producere a filmnek, mindent kifizetek, a repülőjegyedet, a gázsidat, amit itt játszottál volna, de most elmész innen. És ez az ember egy nyuszi, de komolyan mondom, de akkor fölállt. És akkor ugye szívünk, hogy megdobogott, hogy hát valóban. Szóval miért? Tényleg? Na, szóval ilyen ember ő. De igaza volt egyébként, hozzá kellett. Teljesen igaza volt. De igen, lehet, hogy más ezt nem veszi észre, mert ő a rendező, nem törődik vele, vagy mit tudja, mi van ott, két színész között. De lehet, hogy pontosan ez az a fajta empátia, amivel ő jelez a kollégák iránt, és amivel a kollegalitást, vagy ezt a belső harmóniát érezzük, hogy ott rend lesz, igen, és bízhatunk benne. Igen. Ezzel nektek megteremtett lesz mindent. Ezzel egy és nap alatt egy példát is adott arra, hogy mit vár el. Igen, és egy pillanat alatt csapat lettünk. Igen. Tehát ott fölállt neki egy csapat, hogy és hát meg volt a kívülálló. Igen. Hogy viselte a kollega, akit kitettek így? Hát nem tudod mit csinálni. Hát most mit tud csinálni? Hát megkapta a pénzét, ez még megalázóbb. Aha. Tehát, hogy megkapod a pénzed is. Ezt mondta. Inkább legazdálkodom a filmből. Érdekes. Na, ilyeneket tanultam legelsőre. Igen. Ez nem rossz belépők egyébként. Igen. Tehát igen. Te is majd letetted a magadét, és meg is kaptad magad útmutatását a következő volt, időre. Technikailag nagyon nagy különbségek voltak Magyarország, és technikailag nagyon nagy különbségek voltak. Ez még Európa és Amerika között is. Tehát hihetetlen. Amikor például forgattuk ezt a co-produkciós filmbe, mert amiben mondom a női főszereplő voltam, azt Los Angelesbe forgattuk, és kimentünk, és vacsora szünet volt, és akkor mi elmentünk, ugye egy másfél óránk volt, vagy egy óránk, amíg valami világítást elintéztek, és kimentünk vacsorázni. Hát most nem tudtunk mit csinálni, mert hát most nem tudtunk ott ülni. Egy ilyen utcai felvétel, egyszer csak megérkezett egy kis busz amerikai filmes diákokkal, tehát végzős diplomafilmet forgattak, és mi elindultunk, mondom, te figyelj, de mi visszajövünk a vacsiból, ezek föl fogják venni a jelenetüket. De így pippuk, így kipakoltak, bepakoltak, kim voltak, mentünk vissza, tényleg már nem voltak. Nekünk még mindig volt, hogy a lámp, és ez francia film volt. Tehát, és ugye, hát nem volt mindegy, mert ugye, hát a pénzt hiszem csak úgy kapják. Igen.
Úgyhogy, na, szóval tényleg különbség, tényleg ennyi, és ezt nem negatíven, nem pozitíven mondom, egyszerűen ez van. Hát nyilván Hollywood ez a moziról szól, tehát ott már a növendékek úgy nőnek bele, hogy nincs mese. Tehát, én akár New Yorkban, ami egy szabadabb, kreatívabb, nem annyira zártan szabályokat követő, inkább kicsit lázadozóbb, keresgélőbb a New York-i film készítés. Hát ott magamnak ugye zenét, hát akkor még úgy volt, hogy vágni kellett a szalagot, tehát nem úsztunk meg semmit, mindent meg kellett csinálni. Kamerába befűzés, a kardobszekrénybe, a nem tudom mi, egymásnak mentünk, segítettünk. Tehát ott nem az a fajta, én vagyok a művésznő, és csinálják meg mögöttem, hanem, hanem mindent. Ott mindenkinek mindent kell, de ez a jó. Tehát az a jó, hogy letesszük, hogy ki mit. És akkor például nekem volt a diploma filmem, és nem tudtuk pontosan befejezni, hát egy év múlva egy napra össze kellett hívni embereket, és akkor már volt, aki kint volt, egyébként aki az asszisztens volt, az most kétszeres Oscar-díjas író és rendező, ez így van. És akkor jött ez a fiú, és akkor mondta, hogy azért jöttünk vissza, Ági, mert nem hittük el, hogy valaki ennyire tudjon hinni abban, hogy ezt megcsinálja, befejezi. És mindenki eljött vissza, már rég dolgoztak máshol, meg itt, meg film körül írtak, már rendeztek minden, de visszajöttek arra a vizsgafilm utolsó napjára. Azért ez nagy elismerés. Hát ez főleg fiúktól. Igen, ez nagy elismerés. Több iskolát végeztél, és több iskolában is tanítottál kint. Egy iskolában tanítottam, a California State of University of California, nem, a State of University of California, ott tanítottam, amikor mostanában visszamentem és mutattam, hogy meg akartam mutatni a gyerekemnek, hogy hol voltam, én magam megcsodálkoztam, mondom, hogy ez ekkora hatalmas, és én ott nyugodtan jöttem, mentem. Tehát, hogy mondjam, amit szoktam mondani, és mindig ezt mondták Amerikában, hogy én egy bátor ember vagyok. Tehát, hogy képes voltam egyszer bőröndel, vagy akármivel nekivágni a világnak, ez tényleg bátorság, és ők ezt tisztelik. És el kell mondanom, ugye mivel, hogy tanítok a saját iskolámban, ugye szoktam mondani, hogy az időszínész mindent tud, nem lehet lejátszani. Mindent, amit akar, azt csinál a színpadon. Egyetlen egy dologgal tudja legyőzni egy fiatal, ha bátor és pofátlanul bátor. Azzal nem lehet mit kezdeni. Azt nem tudja. Szóval azzal és már... És te ilyen bátor voltál? Hát én nagyon. Nagyon. De annyira érdekes, mert teljesen más karakternek tűnsz. Tehát tényleg, igen, mint ahogy mondtad, hogy szerényes vagyok. Igen, vagyok, igen, de a színpadon igen, nem ismerek. Igen. Ahogy a Karinti mondja, a humorban nem ismerek. Én a színpadon például volt olyan, hogy a Kapás Dezső feljött, rezedekázni, szép élete, akkor kerültem ki. És akkor Rutkai Éva megkérdezte, mert mondta a Dezső, hogy legyen olyan fiús, mint a Kerubinban, mert abban tényleg jó voltam. És akkor mondja, és kérdezte az Éva, hogy tudom-e, hogy kell, hogy fiúsnak. Nem, de meg fogom próbálni. De nem lenézetet, nem lekicsinyelve, hanem hogy más, hogy ez az én dolgom most. Nekem ezt meg kell mutatni, hogy én mit tudok. Tehát, hogy így volt, vagy amikor beugrottam az Editbe, az zseniális volt, mert nagyon rossz próbáló vagyok, ez tényleg így van. Valahogy mindig a másokat figyelek, hogy ők mit csinálnak, de azért én mindig foglalkozom a saját dolgomat, csak nem látványosan. Igen. Tehát, és akkor azt mondtad, hogy jó, ezt majd itt így lesz, fogok. Igen. És megkérdezték a Rutka is, meg a Vánki is, hogy ki az Istent hozott a Várkonyi ránk. Hát most ezt nem tudták, hogy tud nevetni például, tehát, vagy nem tudom, tehát ültek és rémüldöztek, hogy mi lesz itt este az előadáson. És akkor eljött az előadás, és akkor van benne egy nevetés, és akkor ők nem látták, hogy én ugye előre fele vagyok egy ilyen zsúrasztalnál, és én azt találtam ki, hogy úgy nevetek, hogy halkan nevetek, hogy mit tudom én, valahogy itt egy egér. És akkor nézzék, hogy mit tapsolnak. Kivettem, taps. Bejöttem, taps. Ott hagytam, és ott adott, kivittem a számmal, taps. A végén, és akkor ott ült a Bánki Zsuzsa és a Drága Rutkai Éva a zongorán, mert kim vannak, és én vagyok az utolsó, aki még kimegy. És akkor kérdezik, na most te ki vagy? Szóval most kezdj el magadról most már beszélni. És így volt a belépőm, és azóta a Rutkai Éva tábori mindenki imádott, és sokat segítettek. Egyébként színész, csak színésztől tud szakmát tanulni. Tehát rendezőtől, díszlettervezőtől nem tud. Tehát az az okos színészpalánta, aki mindig a nagyokat nézi, és örül, hogy megfogják a kezét. Nekem nagy szerencsém volt, nekem a Dajka Margit megfogta a kezem, a Bulla Elma lejött megnézni a jelenetem, nem hittem el, hogy
hogy azért jött le korábban, hogy megnézze. Hogy a Márkus Laci megnézte a Vidám kísértetet, és utána forgattunk, és azt mondta, hogy kétszer látta velem. Főiskolás voltam. És miattam eljött még egyszer megnézni, hogy ez a Popeye-nél. És amikor forgattunk, akkor mondta, hogy csináljak úgy. Hát mondtam, most Laci, nem tudok úgy csinálni. De élesbe menni fog, igen. Tehát, hogy ilyen dolgok történtek velem a Páger Antal, a szinkronban, például ülve szinkronizált, és odaültetett maga mellé. Olyan kellemetlenül éreztem magam, hogy mindenki áll, és akkor én nekem ott is azt mondja, maradj egy kis szösszmesz. Tehát, hogy fogták a kezem. De sose jöttem vissza vele, mindig boldog voltam, és úgy éreztem, hogy ők mindent tudnak, és hogy milyen megtisztelő, és milyen hálás vagyok most is. De tulajdonképpen ezt próbálod átadni az iskoládban? Hát igen. Egy csodálatos dolgot olvastam most, mert mindenki azt kérdezi, hogy celebek, melyik, hogy jobb-e celebnek, minden. És akkor mondom, hogy megyük el azokat az újságokat, amikor írtak róluk, címlapon voltak, ugye? Hát az ember nincs címlapon azért, mert dolgozik, vagy kinéz valahogy, vagy valami történik, vagy igényes, igen. Vagy nincs semmi probléma, lekapogom a magánéletével, hát akkor most... Igen. Miről írjanak, ugye? Igen. Ez a találjon ki valamit. És akkor az ember megnézi, egy év múlva visszanézi, nincs munkája, nem kap semmilyet, civil munkát nem tud kapni, meg kinevetik, mert annyira lejáratta magától, hogy na, akkor vizévi hozzá nekünk sört. Tehát ugye ezek le vannak írva. Tehát akkor mégiscsak egy szakma. Az ember kap egy lehetőséget, már pedig ez egy tőke, hogy híres vagy és népszerű, és nem tudnak vele mit kezdeni, mert nem tudják, hogy kell. Ez a problémájuk. Tehát, hogy érted, mit tudom én, akkor kitalálok egy műsort, vagy kitalálok egy valamit, vagy kitalálok bármit, amiből ez megvan, vagy leírok egy könyvet, vagy nem tudom, tehát valamit kezdek azzal, ha már ilyen szerencsés voltam, hogy híres lettem a semmire, csak azért, mert oda mentem, mert azért mi azért csak készültünk a színművészetire, csak végig, tehát hogy mondjam, vagy egyáltalán valamit befektet az ember technikailag, és akkor nem tudtam én ezt jól megfogalmazni, mert ugye hát azt mondják, hogy a gyerekek, már az enyémek nem, mert tudják, hogy nálam vért és könnyeket, mint Churchill, úgyhogy itt nincs mese, de ugye hát nekem kell kivédeni, hogy mit mondok. Hát persze egy nap alatt híres, ebből abból nem mondok neveket milyen műsorokban, és akkor mit mondok? Mit mondok én, mint mester, hogy hát akkor tessék így, és akkor volt egy amerikai könyv, amiben az volt leírva, hogy van a könnyű út, és van a helyes út. És akkor azt mondtam, na ez az. De lehet választani, gyerekek. Mert 10 év múlva is lehet találkoznunk, 20 év múlva. Vannak növendékeim Párizsban, Londonban, állják a helyüket keménybe. És szakmában. És írnak este SMS-t. És mi egymást. Ausztráliában egy növendékem főszerepet kapott egy tévésorozatba. Úgyhogy, tehát létezik, de ezek hittek abban, hogy munkából jön ki a dolog. Tehát olyan nincs, hogy kiállok egy nap is, én zseni vagyok. Egyébként az amerikai színészekről hiszik azt, hogy csak az utcán fedezik föl őket. Az Angelica Jolie, én voltam ugye a Strasbourg iskolában, ami szintén 3 éves, nem egy napos. És az Angelica Jolie 13 éves korában már oda járt. 13 éves korában már abban az iskolában járt színészetet tanulni, úgy, hogy az apja színész volt és népszerű. Hát akkor miért is játszotta ingyen. Olyan eszméletűen azt az őrült nőt, amit ő eljátszott, mert azért azt meg lehet nézni, hogy ezért ez elég igényes munka. Vagy hogy a Kevin Kline az összes Shakespeare-t eljátszott a színpadon. Ki tudja róla, azt hinnéd egy kis komikus valaki. Vagy például, hogy a Kevin Kline megcsinálta a Kurázsi mamát saját produkciókban, Meryl Streep-el. És akkor eső volt, New Yorkban játszották szabadtéren, és akkor a Meryl Streep kiment, hogy a második részt megcsináljuk, és elkezdte lesöpörni a vizet. És a közösség jött, hogy most tényleg a Meryl Streep söpri a vizet ott. Ezekre nem tudnak emberek. Vagy az, hogy Meryl Streep az opera énekesnek készült, csak azért nem sikerült neki, mert nem volt pénze, ezért ment a másik egyetemre, hogy le kellett mondania, hogy nem operát tanul, hanem színészetet csak, mert nem volt annyi pénze, hogy magániskolába menjen. De ezért tudtam a Mamma Miát elénekelni.
Igen. Hát szóval, ez nem úgy van, hogy a nyuszit kiveszünk hirtelen a kalapból, és ennyi. Igen. Tehát egy nagy tévedésben vannak, azt hiszik, hogy Amerikában csak úgy valaki színész lesz az utcáról. A legcsodálatosabb nekem, amit az Al Pacino mondott, amikor megkapta az Oscar-díjat, felemelte a karzatra a fiataloknak. Én olyan mélyre jöttem, hogy ezt valaki meg tudja csinálni, az bárki meg tudja csinálni, ha én meg tudtam csinálni. Mert ennél mélyebbről, mint én jöttem, nem jött senki. És a fiataloknak mutatta. Mennyire érdekes, hogy pontosan ezeket a nagy személyiségeket, nagy színészóriásokat, és a fiatalok közül is, most ugye Angelina Jolie-t említetted az előbb, ő is az egyik legismertebb sztár, hogy ők mennyire komolyan veszik a szakmát, és hogy mennyire furcsán kezelik Magyarországon a nyilvánosságot. Ugye ez az egyik napról a másikra sztár leszek, és sztár csinálnak belőlem. Hogy el van torzulva az egész gondolkodásmódja az embereknek. Tehát nincs, hogy valamit nem tudsz, nem ismered, és akkor legyél éres belőle. Ezt azt szoktam mondani, hogy én lehet, hogy összekalapálok egy széket, vagy egy hokedlit, vagy egy sámlit. Na de egy műbútorasztalos, attól műbútorasztalos, hogy olyat csinál, ami... Igen. Hát ez hát nem vagyok, hogy nem egy szakma, hogy külföldre mentek régen tanulni szakmát. A festők, az asztalosok, a műbútorasztalos, vagy bárki. Hány évig járták annak idején az inasok? Hát nem például. Az iskolát, mire megkapták először a kisebb fokozatot, utána a mesterlevelet? Hát most, hát most el tudja mondani, hogy egy orvos hány évig tanul, hogy orvos legyen? Vagy egy mérnök, igen. Hát most odaülök és azt mondom, ha így legyen az a híd, azt így. Igen, hát de szóval... most nagyon sokan mondják tulajdonképpen azt, hogy a színművészeti főiskolára vagy az egyetemre nincsen szükség, de közben, akik azt mondják, hogy nincsen szükség, és színészek, mert azért tehetségek vannak, és sok mindent meg lehet tanulni a színpadon, úgyhogy kézzel fogják őket, vagy csak azzal az alázattal, hogy mindent végignézek, hogy mi, ki, hogy próbál, ki, hogy játszik, mert abból szerintem abból lehet a legeslegtöbbet tanulni. Érted? Mert taníthatnak neki akármit, hogyha nem tudja azt a gyakorlatban vagy saját magára átültetni. De amikor lesi azokat a pillanatokat, hogy melyik utasításra, melyik rendezői instrukcióra, melyik színész hogy reagál, és hogy hogyan alakul egy alakítás, az szerintem az igazi iskola, amitől beszéltünk, hát, hogy a gyakorlatban. Hogy a gyakorlatban kell. Igen, hát persze, erről lehet beszélni. Én is azt szoktam mondani, hogy azért vagyunk szerencsések, mert van egy stúdiónk, ahol előadásokat csinálunk. Például most ugye a Mega produkciónk az Abigail. Mi Zuglóban vagyunk. Törzsgyökeres, hűséges zuglói vagyok, egy-két évet, illetve hát az amerikai 10-11 évemet, meg egy pár évet az első saját lakásomban, tulajdonképpen zuglói vagyok. Egyébként most visszatérek Amerikára egy picit. Mondtad, hogy mikor visszamentél, akkor elcsodálkoztál rajta, hogy mennyire nagynak tűnt a szemed. Akkor, amikor először kimentél, nem tűnt nagynak? Semmi nem tűnt nagynak. Megmondom őszintén, hogy az segített, hogy az ember egészen másképp funkcionál. Hát például ugye, amikor kimegy az ember a határon, akkor nem tudják ő ki. Tehát elkezd más ember lenni. Már olyan szempontból, hogy ez egy nyugodtság is, hogy milyen jó, hogy magam vagyok. Tehát, hogy nem az, hogy néznek, vagy így kell megfelelni, úgy kell megfelelni, hanem egyfajta szabadságot megkap az ember, és ez nekem egy kicsit tetszett. Igen, mert a név az kötelez, és viselkedni kell hozzá. Aha. Igen, és ez nekem nagyon tetszett egyrészt, másrészt pedig az, hogy mit tudok kreálni semmiből, tehát hogy ez a készség megvan-e. És hát az mindig csodálatos volt, hogy én úgy hívom magam, hogy én nullában nem vagyok jó, mínuszban nagyon jó vagyok. Tehát a nullában még nem tudok úgy funkcionálni, mert akkor csak nullán vagyok, de a mínuszból mindig kihozol tudok valamit. És amikor kint elkezdtél tanítani, akkor hogy fogadtak egy magyar... Tehát egyáltalán ott tudjuk, hogy nincsen olyan típusú megkülönböztetés, mint Magyarországon. Azt nem tudom, hogy rasszizmus van-e, mert egyik fele a kint lévőknek azt mondja, hogy semmi nincsen, hiszen ott mindenkivel. A másik fele az, hogy iszonyatos, hogy milyen nem idegen gyűlölet van, hanem milyen faji gyűlölet van. Te éreztél-e valaha valami ilyen típusú megkülönböztetést, hogy te idegen vagy ott? Hát megmondom őszintén, úgy kezdődött az egész, hogy a dékány megkért, hogy helyettesítsek. És hát az amerikaiak nem nagyon szeretnek betegek lenni, mert akkor abban a pillanatban hiányzik, tehát tényleg buszáj állandóan helytállni, nincs mese.
És a következő volt, hogy én megkértem a logopédust és a balettanát, hogy járhatok-e az ő óráikra. Tehát logopédiára és balette, hogy formában maradjak, meg a beszéd készségem angolul jól legyen. És jártam ilyen órákra, és egyszer csak a balettanárnő megkérte, hogy tartsak helyette órát. Hát amitől egy kicsit zavarba voltam, mondtam, hogy ez nagyon jó, de hát azért mégis egy balettórát, akármennyit is tudok, azért nem vagyok egy balerina. Na mindegy, és megtörtént. Utána megkértek mások is, hogy tartsak helyettük, mert rájöttek, hogy bízhatnak bennem, nem fogom őket kifúrni, nem fogok rosszat mondani mögöttük, igyekszem megfelelni. Tehát ott mindenki mögött nagyon sok ember áll és várja a helyet ezek szerint? Hát tehát a biztonságérzet. Itt van is most ugyanez van, tehát hogy mondjam. Csak azért, akkor még nem volt ez hát itt. Akkor még ott kint egy más volt, és ezért ugye nem meri senki kiadni egy napra se, hogy nehogy akkor másnap kiderül, hogy. A másik jobb. Így van. És hát az volt a lényege, hogy mindig összeműködve, tehát megkérdeztem, mit csináljak, hogy csináljam, akkor volt egy hölgy, aki ez volt a csúcs az egészben, művészet történetet tanított filmrendezőknek. És vizsga volt, és mondta, hogy megcsinálnám-e a vizsgát. Hát mondom, azért egy vizsgát végigcsinálni, nem. Azt mondja, egy a lényeg, odaülnek egy hosszú asztalhoz, mindenkinek fel kell olvasni az esszéjét, és akkor ő majd ezt leértékeli, mert írásban is adják, stb. Csak én akkor menjek be, és akkor ez végig is. Hát zseniális volt, mert egyre jobbakat hallottam, ugye Walt Disney-ről volt valakinek, nem tudom miről, és hát eszméletlen izgalmas volt. És tulajdonképpen nekik köszönhetem, ha én ezt nem csinálom akkor meg, hogy megkérdezte januárban a dékány, hogy na jó van, akkor mit szeretnék igaziból, mit szeretnék, mert most már föl tud venni rendes állásba, hogy mit szeretnék, mondom, filmszakot szeretnék, filmszínészetet, hogy létezik, hogy itt vannak ezek a növendékek Hollywoodban, és még csak egy kazettát se tudnak kivinni, tehát hogy a filmrendezőkkel összedolgoznánk, hogy csinálnánk velük közösen ilyen, egymást, és akkor én a filmszínészetet tanítanám. Na, ez így is lett, de mondom, ha nem megyek el erre az órára, akkor ez nem történik meg. És hát elkezdtem ugye a helyettesítgetni, és egyszer csak eljuttam a mesterség órára is. És hát bementem, ugye ez egy hatalmas nagy ilyen színházterem, tehát itt olyan technikai csodák vannak, hogy a hóesés, csak a eső, a nem tudom milyen tekergető, szóval valami eszméletlen, ami a technikában van. Az egyetemeken, a színházakban. És lényeg az, hogy bementem, és ott volt nem tudom hány ember, ugye számomra ismeretlenek, és akkor mondtam, hogy jó napot kívánok, és én fogom tartani az órát a XY helyett. Senki nem szólt semmit, ránéztem az órára, mondom, Úristen, nekem 245 percig el kell itt szórakoztatni embereket, mondom, és még elment 10 másodperc. Akkor rájuk néztem, azt megint mondtam valamit. Aztán eszembe jutott egy ilyen kicsit mókás dolog, hogy mondom, hogy act, ugye, azt jelenti, hogy csinálni angolul. Hát mondom, hogy ez a szakma csinálásról szól, jobb lenne, nem beszélgetnénk itt sokat, hanem elkezdeni csinálni dolgokat. Na és akkor elkezdtünk helyzetgyakorlatot, stb. Olyannyira, hogy utána már nem kellett néznem az órát, a következő volt, hogy jött a következő tanár, és megállt ott a színpad végén a belépőnél, és mondta, hogy csak csinálják, nem akarták abba hagyni a növendékek, úgyhogy egy fantasztikus órát csináltunk, és hát így kezdtem. Ez a teljes siker tulajdonképpen, mert a gyakorlatban bizonyítottad be. Tehát hogy végül is, hogyha én bukdácsolok, nem vagyok jó, nem tudok izgalmasat adni, tulajdonképpen senkit nem érdekel, hogy ki honnan jött, addig, amíg tud valami érdekeset, jót, vagy bármit adni, akkor az... Hogy létezik, hogy ott nem volt meg az a fajta filmszínészet tanulás, amit mondtál, hogy kamera használat, és nálad meg az iskolában, jól tudom, megvan. Tehát te kész, úgy próbálsz kész embereket adni, hogy tudjanak, most azt mondom, hogy forgatókönyvet írni, egy jelenetet átrendezni, egy kamerát bekapcsolni, egy fényt beállítani, stb. Ez nem volt meg kint? Hát nem, itt nem volt meg. Tehát... És nem hiányzott nekik?
Hát utána már rájöttek, hogy azért ez jó, csak mivel hogy ottan megvannak a struktúrák, nem nagyon változtatnak, tehát megvan, hogy vannak a rendezők, vannak a színészek inkább színházban, musicalek, hatalmas musicalek, eszméletlen 50-60 emberes csoda, Broadway, akármik. Egyébként a kinti sikerem az az volt, hogy rendeztem egy darabot, és hívtam hozzá egy fiatal színésznőt, és mondta a producer, hogy hát ő túl fiatal, mondom, de én akkor nem csinálom, ha ő nem lesz benne. Mondta, hogy jó. És volt egy másik nagyon kedves növendékem, aki a Broadway-ra kapott szerződést, és engem hívott fel, és mondtam, hogy de csak akkor, hogyha a babáik is beleegyeznek, mert anélkül ez nem fog menni, ha nincs háttér, és nem támogatják lelkileg, érzelmileg, hogy ő most elmegy New Yorkba, mert azért ez nem egy kis könnyű város. És hát ezek fantasztikus dolgok voltak, és az a kis fiatal színész, aki játszotta a főszerepemet a Vízkeresztben, az ösztöndíjat kapott egy elég komoly helyen. Szóval úgy azért ezek van visszajelzések az embernek. Milyen szakok vannak nálad? Nálam? Hát van musical és prózai. De most azt szeretném, hogy mindenki mindent tanuljon pluszba. Tehát, hogy a musicaleseknek ugyanúgy kell a pódiumot, és ugyanúgy a musicalt, mert zene, tánc nélkül nem lehet. Tehát, ha csak más sem a belső ritmusért, nem azért, mert én opera énekeseket képzek, nem azért, mert balerinákat képzek, vagy balettosokat, hanem azért, mert egyszerűen azért kell a mozgás, hogy legyen egyfajta belső ritmus. A legrosszabb hangú, legbotlábúbb színész is tudja, hogy a poént mikor kell számolni, egyet, kettőt, most mondom. Tehát ez kell egy belső ritmus, egy belső hallás, és ez csak a zenén, csak a táncon, és csak ezeken keresztül tanulható. A tanítványait igen jó sikereket érnek el, és az a furcsa, hogy attól függetlenül, hogy mennyi mindent tettél le az asztalra, ugye mondtad elején, hogy nem nagyon szoktál dicsekedni, nem kap olyan nagy nyilvánosságot az iskolád, és olyan média figyelmet, mondjuk, mint a Gormány Marinak a színi tanodája. Hát én megmondom őszintén, hogy ami a lényeges, hogy ugye mindjárt másképp csináljuk az iskolát, mert ugye van más iskola. Ismered az övékét egyébként? Mondjuk meg a földesi? Sőt, én nagyon jóba vagyok a Marival is, a Margittal is, egy csodálom és tisztelem őket. Az enyém egy kicsit másabb ettől a nemzetközi dologtól. Tehát nekem ugye angolul kezdődött az egész, tehát angolul nőtte ki magát, itt maradtak a növendékek. Tehát ez nem úgy volt, hogy én leültem, hogy csinálok egy 3 éves képzést, hanem volt a 4 hetesem, a 8 hónapos, és utána mondtam, most már menjenek, mert nem tudok mit tanítani, mert akarok, akkor csak lemélyül vele lehet a szakmát. Igen. És maradtak. Aha. És maradtak, és így indult el az első osztályom, hogy ők akarták. Igen, ez egy OK-es képzés. Tehát tulajdonképpen a növendékektől jött ez az egész, nem úgy, hogy én leültem, hogy nekem most ez lesz. És nekem egy kicsit másabb, mert ugye a musical szakom nagyon erős. Tehát én erre nem is gondoltam, hogy nekem ilyen erős musical szakom lesz. És én szerintem nagyon szépen összedolgozunk, tisztelettel egymást, és hát másképp vagyunk. Tehát hiába ugyanaz, mégis kicsit más az arculata mindegyik iskolának. Azért te ösztöndíjjal és egyéb dolgokkal is próbálod őket úgymond ösztönözni ahhoz, hogy a legjobbat hozzá. Mert úgy gondolom, hogy az embernek az kötelessége, hogyha lát valakit, aki tehetséges, aki nagyon akar, aki abszolút rátermet, akkor már ne azon múljon, hogy nem tud befizetni, mert nincsen neki, vagy mert közben tönkrement a család. Hát azért én egy ember is vagyok. Nem csak, és egyáltalán mint művész úgy gondolom, hogy együttérzés kell, hogy legyen bennem, úgyhogy mindig van ösztöndíjunk. Hogyan válogatod ki a tanári kart? Hát azok, akiket én úgy gondolom, hogy jók, és én elfordulok, tudom, hogy ők még nálam is jobbak bizonyos tekintetben, ebben, abban, amabban, mert mindegyik valamiben jobb, mint én. Van az a mondás, tudod, hogy aki nem tudja, tanítja, akit azt se tudja, az az igazgató, vagy a testnevelő tanár.
Hát ezért nem egészen így van, tudom. Mert végül is, amit én tudok, én azt tudom, hogy ismerem azokat, akik jönnek. Tehát én felvételiztetek, én ha látok valakiben egy ennyit, akkor tudom, hogy harmadikban mi lesz, és ez így is lesz. Hmm. És például, amikor olyan csodálatos rendezők jönnek hozzánk rendezni, mint Árkosi Árpád, Csiszár Imre, tehát ezért itt elég komolyan vesszük a vizsgákat például, akkor olyan jól esik, hogy azt mondja a Csiszár Imre, hogy jaj, de izgalmas ez a lány. És akkor, mikor én fölvettem, akkor láttam, hogy olyan firi-furi, tacos, érdekes egy nőszemély, aztán fél évig olyan lusta volt, hogy őrület, aztán nem tudtam, hogy szedjem össze, és egyszer csak összeszedelőzködött, és a végén mondom, harmadikban észrevették, hogy na, ez egy érdekes volt. És akkor én annak örülök, hogy ott, amit láttam a felvételén, és én abban hittem, az kijött, és végül is szakmailag is elismerik. Abigaillel kezdtük, térjünk vissza az Abigailre. Az Abigail keretbe foglalja mostanáig az egész életedet. Mondtad, hogy megtaláltad az új torma, Piroskát. Igen, hála a jó Istennek, át tudtam adni, mert más ez a generáció, és ők a modernkor torma piroskái, és egy csodálatos csapat van. Egyébként még az iskolára annyit, hogy az a csodálatos nálunk, hogy gyakorlatban is tudjuk használni azt, amit tanulunk. Tehát nem az iskolapadban ülünk csak, és nem tanárok, akik okoskodnak, hanem tanárok, akik funkcionálnak a szakmában. Tehát ugyanúgy eljárnak próbafelvételekre, ugyanúgy sikerélményük van, hogy megnyerik, és akkor azt mondom, tessék megnézni a művésznő, már hanyadik reklám és hanyadik nagyjátékfilmben van benne. Nyilván ért hozzá, hogy kell egy próbafelvételen viselkedni például, ugye? Tehát, hogy mondjam, tehát az, amit mi tanulunk, azt használjuk is. Vannak produkcióink, a Mici Mackótól kezdve, ott kezdődik minden, Mici Mackóba. Nagyon nehéz. Én magam voltam Mici Mackó 160-valahányszor a növendékeimmel együtt, és nagyon sokat tanulnak, megtanulják a fegyelmet, megtanulják, hogy kell gyerekeknek játszani, hát ez valami... Sokkal nagyon, nehezebb, mint a fel, nagyon kemény dolog, már olyan szempontból, hogy ott nincs mesé, ott nem lehet hazudozni, nem lehet ledobni reggel 8-kor vagy 10-kor egy előadást, mert ha az nem izgalmas, nem érdekes, akkor jeleznek. Tehát a tűrőképesség nyilván másképp van, mint egy felnőttnél. Úgyhogy van a Mici Mackónk, van a Vidám kísértetünk, most ugye az Abigailünk, ahol szintén vannak növendékeink. Tehát vannak lehetőségek például a Figaro házasságában, két növendékem főszerepet játszik, a Szüzanát Rékasi Károly mellett ugye a Bogáron és a Bagiano a Kerubint. Tehát azért ezek nem mindegy dolgok, és akkor amikor a Pedionak van egy három mondata, és tapsot kap, akkor azt mondom, Ákos, látja. Egy évbe tellett, ugye, míg így úgy kipróbáltuk azt a mondatot, de mégiscsak bejött. Uh-huh. Szóval azért ezek nagyon nagy komoly visszajelzések, hogy érzik, hogy kitartónak kell lenni, hogy ott kell lenni, próbálni, csinálni, és akkor megvan az eredménye. Ha választani kellene most az életedben, ugye van a saját magad színészete, a film, a rendezés és a tanítás, illetve az iskolának a vezetése. Tudnád rangsorolni őket? Azt nem mondom, hogy válasz, mert az lehetetlenség. Leginkább két dolog érdekel, úgy érzem, a rendezés és az írás. Nem forgatókönyvírás, hanem írás, mint olyan. Tehát nagyon is bennem beszéltünk. Van. Nagyon, hát voltam Esti Hírlapban, volt saját cikksorozatom, én itt Zuglói, itt is írtam az itteni újságban, elég sikeres volt a sorozatom. De nagyon szeretnék írni, de hát ahhoz ki kell ragadni magát az embernek, na most úgy nem megy, hogy közben az egyik ére meg ilyen nyüzsgő valami, tehát ez nagyon nehéz befegyelmezni magát az embernek, hogy akkor megkokkel, és ennyit ír, és annyi van. Úgyhogy ez lehet, hogy későbbre marad. A rendezés nagyon-nagyon izgat, a filmrendezés. Bár most van egy projektem, amit nagyon szeretnék megcsinálni, és valószínű, mivel hogy én is játszom benne, át fogom adni a rendezést. Például ezek olyan érdekes dolgok, hogy azért adom át a rendezést, és azt mondta az, akit én felkértek, aki imádok és csodálok, hogy jól teszed, Ági, mert jobban fogsz tudni figyelni a szerepre. Az a lényeg, hogy az ember jó emberekkel legyen körbevéve, hogy jó helyen
érezze meg, hogy mikor segíthet, vagy neki mikor van szükség a segítségre. Érdekes volt. Ilyen még sose nem történt, mert megvették nekem a Siker című könyvet, mert azt mondták, hogy én azt tanítom, ami abban benne van, amit én nem tudtam, hogy én ezt tanítom, de hát úgy látszik, ezt tanítom, de én ezt magamtól, amit tanultam a szakmában. Fogózkodókat akarok adni nekik, hogy hogy tudnak helytállni, amikor nem van az ember, akkor mit kell csinálni, stb. És mondtam, hogy most a mesterrel megtörtént, muszáj, hogy őszinte legyek, mindig őszinte voltam, sose szoktam hazudni, hogy a mesternek volt egy kis kudarc élménye, ami elég nehéz. De azt mondja az egyik növendékem, hogy hát csak azt tud fele kell emelkedni, akkor le meg. Jaj, Dávid, milyen szépen mondta, hát ez hol hallott? Hát a tanárja tanította nekünk. És akkor azt mondtam, hogy mindennek van értelme. És ez a fiú megkapta az Andy Vajnától a legjobb színész és forgatókönyvét díjat, mint 18 éves. Remélem, sok ilyen sikerre lesz részed. Jó étvágyat kívánok, megengedem, hogy reggelizzél. Köszönöm. Ez nagyon-nagyon finom. A műsor főtámogatója a Gundel étterem. Mint amilyen a ti iskolátok volt. És mindig az volt bennem, hogy új lányokat, úri fiúkat szeretnék nevelni, akik kész kisasszonyokká válnak, meg vannak óvva a külvilágnak a zajától, bajától, gondjaitól, de mégis mindenre fölkészítik őket. Úgyhogy ez az én életemben. És ebben játszottál te közben, mint Torma Piroska. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon furcsa egy film. Végigkíséri az életedet. Igen. Mennyire volt meghatározó neked? Annyira most viszont úgy érzem, hogy tulajdonképpen egy kort le tudok zárni. Nekem ez nagyon fontos volt, hogy átadjam a stafétabotot. És úgy örülök, hogy a Torma Piroskára találtam valakit. Igen. Aki a mostani Torma Piroskát, lehet neveket mondani, aha, kis Ramona. Egész más, mint én, de valami zseniálisan szakmai, ugyanúgy. Tehát, hogy mondjam, ha ez olyan nagyképűnek hangzik. Belenéztem a filmbe, hogy mi is a titka, amire mindenki Torma Piroskázik. Egyszerűen zseniális voltál benne. Igen. Egyszerűen zseniális. Tehát azt jelenti, hogy színészként komolyan vettem, és megcsináltam, kitaláltam, képes voltam magamat kiadni, magamat kifigurázni, nemes értelemben, tehát, hogy kiadni annyira magam, hogy én ugyanilyen kis csetlő-botló, hosszú kamaszlány voltam, pedig amikor játszottuk, én 24 éves voltam. Már 2 éve elvégeztem a főiskolát. És egyébként én mindig azt hittem, hogy te jóval fiatalabb vagy, mint én, mert annyira hoztad azt a középiskolást. Hát azért, mert képes voltam emlékezni arra, hogy én milyen voltam. És én azt mutattam meg, hogy én akkor milyen voltam. Sőt, még jobban megmutattam a legbelsőben, mert lehet, hogy kívülre az osztálytársaimnak nem voltam ennyire ilyen, de a legbelsőbb dolgaimat is megmutattam. És hát ugye, amióta tanítok színészetet, meg rendezek, meg ilyen dolgokat csinálok, elkezdtem figyelni, hogy csináltam. És azt mondtam, hogy nem tudnám jobban megcsinálni most sem. Tehát ez azt jelenti, hogy mindig, ami feladatot kaptam, igyekeztem maximálisan megoldani, kitalálni, utána járni, mindig kutató munkát végeztem. Például volt egy vers, televízióban egy ilyen 2,5 oldalas vers, egy szőtessről, és akkor megkérdeztem a szerkesztőt, hogy Geoffroy-nak, vagy Jeffrey-nek ejtsem, hogy franciául vagy angolul, szállt őket, nem is gondoltak. Hát mondom, azért nem mindegy. Hiszek, hogy szóval, hogy nem is értették, hogy én ilyenekkel gondolkodom, mondom, de én leszek a buta, ha én ennek nem jártam utána, mert hogyha csak egy ember tudja, már pedig az én mesterem tudta, igen, hogy ezt hogy kell ejteni, akkor már egy embernel is elbukok. Tehát ez azt jelenti, hogy nem készültem eléggé. Tehát lényeg az, hogy mondtam többször is, hogy én utcamacska lettem, olyan 20,
nem is tudom hány éves koromban, ugye hát csodák történtek vele, Vígszínházi szerződés, Mafilm, stáb, 37 olyan színész mögött, mint hát most Bújtor István, Töröcsik Mari, Garas Dezső, Balázsovics, Bálint Andris, Gere Zoli, hát én nem is tudom, szóval ilyenek között. Ez a Mafilmnak a társulata volt, igen. Igen, igen. Egyáltalán létezik még ilyen, hogy Mafilm társulat? Már nincs, de az akkor létezett, és hát én utána mentem ki először Párizsba, és Párizsból pedig New Yorkba, meg Los Angelesbe. Az volt az érdekes az egészben, ha én nem megyek ki Párizsba, akkor én sose dolgozom a Jean-Luc Godard-ral, Hanna Sigurával, Michel Piccolival, Isabel Huppert és ilyenek, és én 6 hónapig összezárva velük voltam minden nap, így együtt ettünk. Az Abigail. 78. Hihetetlen. Mit tudom, is le? Igen. Nem, azért, mert nekem úgy rémlik, tudod mi, tehát úgy rémlik, mintha gyerekkorom lenne, pedig 78-ba mentem férhez. És annyira az ifjúságunkhoz kötődik az a film, hogy az igen, valami döbbenet. Igen. Te is úgy érted egyébként? De nem csak az ifjúsághoz, ami a legcsodálatosabb, hogy bárhova megyek, köszönjük, akkor fiatal anyuka mondja, hogy jaj, nincs nálam, mert a kislányának én vagyok a kedvenc, aki 8 éves. Igen. 8 éves. 30 éves pasik. Mondják, hogy ja, hát azért tormám, meg nem tudom mi. Tehát fiúk, igen, férfiak. Nem én generációm, hanem nálam fiatalabbak. Úgyhogy... Hát ez annyira meghatározó volt az a film. Ha most is. És annyira most meghatározó is. Mai most napig. Is. És olyan példaértékű, nekem 2 példám van a filmmel kapcsolatban az életemben. Az egyik nagyon jó, a másik nagyon pocsék. El fogom mind a 2 mondani. Ha megengeded, bár ez nem rólam szól, csak annyira tényleg ehhez a korhoz köthető. Az egyik az az, hogy a férjem így kezdett el levelezni a gimnáziumba egy tanítványával, képzeld el, ilyen Abigail módra, hogy odadobták a levelet. A hölgy a feleségem mai nap folyamán. Tehát egyszerűen egy ilyen romantikus történet szövődött, és én így veszítettem el a férjemet. Tehát ez számomra egy nagyon-nagyon szomorú. A másik az, hogy én elkezdtem tanítani, és nekem világéletemben az volt a célom, mint pedagógus, amikor még ezt nem lehetett, hogy én egy olyan típusú intézetet hozzak létre, magániskolát. Ugye most producere voltam az Abigailnek. Fontos, hogy ezt át tudjam adni. Ezeket a dolgokat. Őrült nagy kavarokat hozott a te életed, a pályafutásod. Ahogy most néztem, hogy készültem a beszélgetésre. És mindezt azért úgy, hogy kikerültél abból a fajta védett környezetből, amit itt a magyar népszerűség, az a Storma Piroska szerepe hozott neked. Mert amitől te itt az voltál, aki voltál, és amitől megtaláltak azok a szerepek, amit megtaláltak, vagy azok a rendezők, vagy okay. Jó, de nem jó az a kifejezés, hogy az a szerepek megtaláltak. De hát végül is igen, mert egyszerűen tudtak benned gondolkodni, mert tisztában voltak a képességeiden, ezután az alakítás után. Azt ott külföldön nem látták. Tehát Amerikában, amikor te oda mentél, akkor azt nem látták. Bár voltak külföldi sikereid is, de ez más mégiscsak. Nem más. Nem? Egészen sokkal több. Nem azért, mert hogy az itteni sikereim nem olyan nagy sikerek. Fantasztikus volt, hogy egyszer egy riportban együtt voltunk Magdával, és Magda azt mondta, hogy én egy különleges művész vagyok, nekem különleges dolgokat kell csinálni. Tehát nem olyan, ami dobogép, vagy nem olyan, uh-huh. amit, tehát ezt már csak igen, fordítom. Igen. És hát ő ennyire ismert és szeretett, tehát, és tulajdonképpen rájöttem, hogy nem a mennyiség a lényeg, hanem a minőség. És én rájöttem arra, hogy például volt egy rádióban egy ilyen portré rólam, és beadtak egy rádiójátékot, amit a Huszárik Zoltán rendezett, tehát azt sem mindegyikkel dolgoztam, és beadták, és ott ültem, és teljesen meg voltam lepődve, és mondom, hogy azon gondolkodtam, hogy most szakmailag, technikailag, bárhogyan tudnám-e másképp csinálni, amit akkor csináltam. A műsor főtámogatója a Gundel étterem.
Mi kell egy jó reggelihez? Egy csipetnyi álom, egy csészényi kedvesség, egy csepnyi szenvedély, és egy jó beszélgetés Paor Lillával. ...1976-ban diplomázott, majd a Vix Színházhoz szerződött. 1981-ben Párizsban Jean-Luc Godard Passion című filmjében dolgozott, ami elindította a nemzetközi karrierjét. 82-ben nyert felvételt a New York-i Columbia Egyetem angol tagozatára. 84-ben Kaliforniába költözött, ahol a California State University of Los Angeles tanára lett. Játszott és rendezett is az USA-ban. 1992-ben jött haza. Itthon az amerikai rapszódia helénje volt Natasha Kinski, Scarlett Johansson, Kellen Comp és Tony Goldwyn mellett. Leghíresebb filmszerepe mégis az Abigailhez köti. A Lillás reggeli mai vendége Torma Piroska, azaz Bánfalvi Ágnes. Kitaláltuk ezt a Lillás reggeli címet, és mindenki azt gondolja, hogy nincsen közben evés, meg viszél, de rendes, nagyon-nagyon-nagyon finom kis péksütemények, meg ilyen kis finomságok érkeznek mindjárt, úgyhogy jó étvágyat kívánok. Aztán nem tudom, hogy marad-e időd a beszélgetés mellett enni, vagy nem enni, ez itt a kérdés. Olyan érdekes, hogy olyan sokáig nem ismertelek egyáltalán, hát csak úgy, mint gyerekkoromból, vagy fiatalkorom. Gyerekkoromból nem, mert egyidősek vagyunk, most akkor gondolkodom rajta, hogy mikor láttam én Torma Piroskát először. Hát 78. 78, igen. Igen, hát ifjú lánykoromban. 70, sőt, bocsánat, 78-ban volt a